Jó estét kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntök mindenkit, aki elfogadta ma este a meghívást, hogy ezeknek az előadásoknak részese legyen. Valójában, hát először is nagyon örülök, hogy ilyen szépen megtöltöttük ezt a termet, majd legközelebb majd nagyobbat tudunk keresni, van nagyobb is, de először nem mertük a 200 fős termet azért választani, mert akkor hát ha nagy elkeseredés lett volna, hogy nem látom meg a hallgatóságot a sorokban. Köszönöm mindenkinek, hogy eljött, és hát ebben a fél évben arra vállalkoztunk, hogy a hit és a tudás a Teremtés könyve alapján négy előadását szeretném ismertetni ezeknek a témáknak. Először is a mai alkalommal a hit és a tudás egymásnak riválisai, avagy testvérei. Vagy hiszek, vagy ismeret, vagy tudok valamit természettudományok szempontjából, vagy pedig hiszek, vagy a kettő az nincs is ellentmondásban és összebékíthető. Ez volna a mai előadásnak a témája. A következő előadás az pedig, hogyan lehet a bibliai hatnapos őstörténetet, teremtés történetet összeegyeztetni a fejlődés elmélettel. Ez volna talán egyik legizgalmasabb előadás a négy közül. Aztán a harmadik előadás pedig azt a címet kapta, a bibliai őstörténet és a mítosz. Eredet magyarázatok. Bibliában találunk-e mitológikus elemeket, ez is egy izgalmas kutatás és nyomozás. És végül pedig különlegesen szép adventi téma lesz az ember teremtése és bűnbeesése. Annak az izgalmas dolognak járunk utána, hogy mi történt ott az eredeti állapotban, a paradicsomban, hogy mi az a törés, amit tapasztalunk az emberi életünkben és világunkban, és ehhez képest milyen lehetett a bűnbeesés előtti embernek az állapota, emberiségnek az állapota. Ezek a témák összefüggnek, hogyha meg kéne határozni, hogy a mai téma az hogy is kapcsolódik a többihez, akkor azt mondanám, ez az egésznek valójában az alapja vagy a bevezetése, hogy lássuk egy kicsit tisztán a hitnek és a tudásnak, a tudománynak a kapcsolatát. Néha kibújik belőlem majd a katolikus pap, úgyhogy ezt nem is fogom palástolni, tehát nyilván a keresztény hit alapján fogok megjegyzéseket és gondolatokat fűzni ehhez a témához, és mindjárt az elején azt is elárulom, hogy a kereszténységnek az Isten az nem hittételeket nyilatkoztatott ki, hanem vállalta az emberi sorsunkat, amikor belekorlátozta magát az időnek, meg a térnek a dimenziójába, vagyis kezünkbe adta önmagát. Ebből a tapasztalatból fakadt Isten saját életét feltáró tapasztalatából fakadt Izraelnek is, a választott népnek a hite, és az új szövetségnek is ebből fakad a hite. Ezt rögzítik az új szövetségi íratok, és az első hitvallások is ezt próbálják kezünkbe adni, végül századokkal később a hittételek. Csak azt szeretném, hogy lássuk az irányt, hogy nem először voltak a hittételek, hanem először az Istennel megélt emberi kapcsolat, amiből megszületett a szóbeli tanúságtétel, az első hitvallások, és csak utána jöttek a hittételek. Vagyis a hitletétemény az nem az égi szertárnak a betétállománya, nem is a grállóvagok titkos infója, mi nem szorulunk rá, tehát ilyen emberi erőlködésre, rituális öngyilkosságra. Hitünk az valójában, amit szeretnék ezen előadásban is, meg a többiben is egy kicsit megmutatni, az már az elkezdődött más világot jelenti, vagy a közénk jött Istennel megélt kapcsolatot, a ránk bízott Friedládának a titkát. Ha a Bibliát az ember hittel olvassa, akkor nagyon hamar arra is rájön, hogy nem egy természettudományos folyóiratról van szó, amely egy naprakész cikkében éppen az aktuális tudománynak az állapotát rögzíti. Ezt naívság volna keresni a Biblia lapjain. Nem is egy történelemkönyvnek az objektív, ha egyáltalán létezik objektív történeti írás,
nem egy történelemkönyvnek az objektív beszámolóját keressük benne, meg se fogjuk benne találni, hanem tényleg csak úgy szabad olvasni, hogy valami kapcsolatot feltételez részünkről azzal, aki ennek a könyvnek a szerzője, az isteni szerzővel és az emberi szerzővel is. Vagyis kicsit, hogyha meg akarjuk érteni ezen előadásoknak az eszenciáját, a lényegét, akkor hát majd ebben fogok egy kicsit segíteni, hogy ez az emberi szerző mit is produkálta a teremtés könyve kapcsán, és ehhez hogyan kapta az isteni szerzőtől a segítséget. Hát nem titkolt célom az is, hogy hát, hogyha meghallgatják majd ezeket az előadásokat, akkor ne valami válvonogatós, muszáj hit szülessen belőle, hanem egy megtalált kincs, vagy felismert igazság, ráhagyatkozó hit. Az a Biblia, amit a otthonaimban őrzünk, talán a könyvespolcainkban is ott van, vagy az éjjeli szekrényen, az valójában nem egy csupasz látvány, meg egy egyszerű könyv, hanem úgy is mondhatnám a felfedezett igazság, vagy az a pillanat, amikor a kereső ember rátalál az Istenre, és ez mindez ott van a keze ügyében. A katolikus egyházban, a nagy főpapi miséken az Istennek a szavát, a Bibliát, azt ünnepélyes menetben viszik, és trónusra is helyezik. Mert hogy azt valljuk, hogy benne az Isten szavának az ünnepi felolvasásában maga az élő Isten szólítja meg a hallgatóságot. Vagyis választ kap az ember ezen isteni megszólalásokban, választ kap a lét alapkérdéseire, aztán információkat az emberi sorsunkról, a világ értelméről, jelentéseket a túlpartról, magának a végtelen Istennek a névjegykártyája ez. Érthető, hogy a régiek nagyon is kínosan figyeltek arra, hogy egyetlen vessző sem változhat az írásban, amikor azt másolják, egyetlen betűcskét sem lehetett az örökségből, az átszármaztatott örökségből elhagyni. Talán ebből érthetjük a mi szomjúságunkat is, hogy egy ilyen örökségre azért, ha bevalljuk, hanem valamiképpen szomjazik az emberiség. A rendszerváltozás előtt az ártatlanul börtönre ítélt papok sokszor elmesélték azt, hogy bevitték a cellájukba, a fogságuk helyére a Bibliának egy-egy könyvét, amely a túlélésben, a börtönnek nehéz körülményének az elviselésében segítette őket. Remélem, hogy senkiben nem merül fel az a kérdés, hogyha egy mesét visz be valaki a börtön cellájába, akkor vállalhatja azt a kockázatot, hogy akár évekkel meghosszabbodik a büntetése. Ha nem egyszerűen egy könyvről van szó, nem egyszerűen egy történetről, nem mitoszról, nem meséről, nem legendáról, hanem valójában arról a legfontosabb könyvről, amit ilyen kockázatosan is vállaltak a börtöncellák mélyébe, hogy bevigyék. Szóval remélem, hogy megelevenedik ez az írás, ahogy ezt így igyekszem majd megvilágítani, hogy ne csak a pusztán a papíron legyen, hanem belénk is épüljön, elérje valójában a célját. A mai előadásnak azt a címet adtam, hogy a hit és a tudomány egymás riválisai vagy testvérei. És ezek az előadások azt a összefoglaló mottót kapták, hogy hit és tudás. Itt az ésen is hangsúly van, tehát nem hit vagy tudás, hanem itt az és is hangsúlyos. A mai korban, amikor a természettudomány óriási fejlődésének vagyunk tanúi, a tudomány és a vallás viszonyának kérdése különösen is jelentős, és néha kínos is. A katolikus egyház 20. századi történelmében volt egy nagyon jelentős zsinat, ezt úgy nevezzük, hogy II. Vatikáni zsinat. Jól jellemzi a jelenkor emberének vallási helyzetét, ezt idézem. Mind nagyobb tömegek hagynak fel a vallás gyakorlásával, sőt, az Isten és a vallás tagadása, vagy a közömbösség etéren ma már nem új kivételes jelenség, mint volt a múltban. Manapság tudnélik gyakran jelentkezik úgy, mint a természet tudományos haladásnak, vagy valami új humanizmusnak a követelménye. Eddig az idézet. Valóban sokan ma úgy hiszik, hogy a hit
az a vetélytársa a tudományos világképnek. Vagy hisz valaki, vagy tudományosan megismer valamit. Ahogy a tudomány halad előre, úgy csökken a hit világképének a hihetősége. Ebben az előadásomban pont azt szeretném megmutatni, hogy ez nincsen így. Egyáltalán nincsen így. A tudományos megállapítások és igazságok egészen másfajta kérdésekre felelnek, mint a hit igazságai. Hogy ennek ellenére mégis lehet bizonyos feszültség a tudomány és a hit között, az főleg két okból érthető meg. Először is, sok természettudós, különösen az elmúlt két században a természettudományok eredményeitől megittasodva és elragadtatva, azt kezdte hinni és hirdetni, hogy a természettudományos módszer az egyedüli út az igazság megtalálására. Ez az álláspont az, amelyet van úgy, hogy szientizmusnak hívnak, a vallást és a filozófiát alapjaiban támadják. Ezért joggal váltott ki és vált is ki ellenhatást a teológusok részéről. Ugyanakkor ez a gondolkodásmód önmag alatt is vágja a fát, mert az idézett alaptétele, mármint az, hogy a természettudományos módszer az egyedüli út az igazság megismerésére, megtalálására, valójában ez nem is bizonyítható természettudományos módszerrel. A 20. század második felében a természettudósok nagy többsége egyre jobban belátta, hogy ennek a természettudományos módszernek bizony vannak korláta, és nem is kevés. Max Born, a híres atomfizikus 1956-ban a következőket írta. 1921-ben úgy hittem a legtöbb korombeli természettudóssal, hogy a világot determinisztikus törvények kormányozzák, és hogy a tudomány képes ezen törvények objektív ismeretére szert tenni. A természettudomány magasabb rendűnek tűnt fel akkor előttem, mint a filozófia, mint a vallás szubjektív világa. És azt gondoltam, a tudomány félreérthetetlen nyelve elősegíti, hogy az emberek egymást jobban megértsék. Ám 1951-ben eljutottam oda, hogy ezen vélemények egyikében sem hittem már. Most pedig úgy tekintem volt hitemet a tudomány felsőbbrendűségében, mint a fiatalos lelkesedésemnek egy nagy tévedését. De annak a ténynek, hogy időnként feszültséget érzünk és tapasztalunk a hit meg a tudomány között, van egy még mélyebb oka, amely teljesen nem is lehet igazából kiküszöbölni. Ez az ok pedig a következő. Ahhoz, hogy a hívő ember megértse a vallásának az összefüggéseit, igazságait kibontsa, szüksége van egy világképre, amelynek alapján ezt teszi. És amikor az adott kornak a világképét, amikor kölcsön veszi a hívő ember, hogy a hitének az igazságait megértse és magyarázza, akkor valójában használja a természettudományoknak a éppen aktuális ismereteit. És valójában a tudomány fejlődése folytán egyik világképet lecseréli egy másik világkép. Lecseréli egy geocentrikus világképet, egy föld középpontú világképet, a nap középpontú világkép, vagy lecseréli az akkori heliocentrikus világképet, egy még újabb világkép, és azt látjuk, hogy valójában ezek a természettudományok a maguk világképével, mint egy tálcán felkínálják a hittel és a teológiával komolyabban foglalkozók számára azt, hogy na, ezen eredmények alapján lehet értelmezni akkor a hitnek az összefüggéseit, és akár a Szentírásnak a tanítását. Valójában az ellentét tulajdonképpen soha nem a hitnek az igazsága és a tudományoknak az igazsága között áll fönn, hanem mindig a régi világkép és az új világkép küzd egymással. Vagyis, ha egészen konkrétak akarunk lenni, hogy hát naivság volna elvárni a Szentírástól azt, hogy a Teremtés könyve az első lapjain a heliocentrikus világképpel jelentkezzen, mert hogy amikor a Szentírásnak azon szakaszait lejegyezték, hogy ott két teremtés történet is található, az egyiket egy kicsit korábban Dávid és Salomon idejében, a másikat
pedig a babiloni fogságot követően 530-as évek környékén jegyzik le a második teremtés történetet. Valójában, amikor ezt lejegyzik, nem volt modern, újkori természettudományos világkép, tehát nem lehet elvárni a Szentírásnak a szerzőitől, emberi szerzőitől azt, hogy egy számára teljesen ismeretlen világképnek a nyelvén fogalmazza meg a hitnek az összefüggéseit. Még egyszer mondom, a hitnek az igazsága és a tudománynak az igazsága között nincsen ellentét, hanem sokkal inkább egy régi és egy új világkép küzdelmét kell megvárnia, annak lecsendesülését kell kivárnia a teológiának, hogy meg tudja az új világkép nyelvén fogalmazni az igazságait. A természettudományoknak a kezdete az a 16. és 17. századra tehető, ekkor indulnak fejlődésnek, mint hogy a keresztény hit egyik alappillére az, hogy a világot Isten teremtette, és az ember azt a feladatot kapta a teremtőtől, hogy hajtsa uralma alá a földet, és az egész földkerekségnek a gazdája legyen. Ez a fajta hit nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a kulturális légkör, ami megteremtődött az újkorban, az még magán viselte egy kicsit a kereszténységnek a jegyeit. Mi, akik a harmadik évezredben élünk, és azt is mondhatjuk, egy modern kornak vagyunk a gyermekei, egy elég érdekes helyzetben vagyunk, hogy összehasonlítjuk magunkat az elődeinkkel, mert hogy hát a mi generációnk az az egyedüli generáció, ami elmondhatja magáról, hogy egy viszonylagos fejletlenségből már lassan az űrkorszakba való átmenetet éri meg. Egy-két érdekességet kigyűjtöttem, hogy kicsit a hallgatóságot sokkoljam. A tudomány súlyának szinte hihetetlen megnövekedését jelzik ezek az adatok, amiket kigyűjtöttem. Az utóbbi 100 évben született, az emberiség által elért tudományos eredmények 99,9%-a, de úgy, hogy első ízben 1900 és 1950 között kétszereződött meg az emberiségnek az össztudása. Majd az újabb megkétszereződésre már 10 év is elég volt. Ma ott tartunk, hogy minden második évben megduplázódik az emberi ismereteknek az összessége. Minden második évben. A valaha élt összes tudósnak a 80%-a kortársunk éppen ma él. Az informatika, amely a tudományos fejlődés egyik motorja, egyes becslések szerint 18 hónaponként kétszerezi meg a számítógépek teljesítményét. A tudomány káprázatos fejlődése azonban kétélű fegyver, ehhez nem kell kereszténynek lenni, erre bárki nagyon hamar rájön, hogy a tudománynak ez a fajta nagyon intenzív fejlődése, ez egyáltalán nem veszélytelen. Az emberiség egy jelentős része jól lehet csodálja a tudománynak az eredményeit, saját életében annak nem áldásait, hanem hátrányait érzékeli. A líbiai fegyveres konfliktusra gondolunk, az új fegyvereknek a kipróbálására, bevetésére, környezetrombolásra, a természet általános visszaszorítására, a hatalom mindenkori birtokosainak pillanatnyi érdek alapján. Ez a tudomány iránt valójában egy érdektelenséghez vezetett ez a fajta veszély, amit ez a gyors fejlődése okoz a tudománynak. Másrészt pedig valakiből a tudomány ellenességet hozta ki. Azok száma is jelentős, akik olyan kérdésekre és a tudományoktól akarnak választ kapni, amelyben a tudomány nem illetékes. Ez felveti a tudomány művelőinek azt a felelősségét, hogy fokozottabb figyelmet fordítson arra, hogy a tudománynak mik a határai, a korlátai, és milyen mozgástere van. Az egyik legizgalmasabb határfelület, az pont, amivel most igyekszem foglalkozni, ez a tudomány és a hit. Mind két különböző realitás, és mégis van közöttük határ, de van közöttük kapcsolódási pont is. A tudomány és a hit kölcsönös kapcsolatának felderítéséhez mindenek előtt hát el kell, hogy is mondjam, magyarázni, vagy tisztázni, hogy mi is a tudomány, és mi a hit. A tudomány szerepének felértékelődése sokakban azt a meggyőződést erősíti meg, hogy a tudomány végül teljes világmagyarázatra is képes lesz. Egyesek szerint a tudomány
már ma is teljes világmagyarázatra tart igényt a vallás helyett, abban az értelemben, hogy a modern világ nem tudja magát reprodukálni tudomány nélkül, viszont ugyanez a modern világ tudja magát reprodukálni vallás nélkül. A modern világban sok kultúra és vallás él együtt és egymás mellett. Vancouver, New York, Rio, Moszkva, Bombay, Shanghai, Budapest iskoláiban más és más vallást tanítanak vallást. Viszont mindenütt ugyanazt a kémiát, biológiát, fizikát és matematikát tanítják, és ténylegesen ugyanazt tanítják. Mi a tudomány? Ugye ez volt a kérdés, és mi a hit? Hát keresztény papként, katolikus papként mégiscsak a skolasztika segítségét hadd hívjam segítségül. A skolasztikának nagyon tetszik a módszer, mert teszül egy kérdést, és olyan iskolás módon meg is válaszolja. Talán ezért is kapta ezt a bélyeget, hogy skolasztika. Ezt kérdezik, quides scientia? Mi a tudomány? Scientia certa per causa justificata, etin systemata ordinata, azt jelenti, hogy a tudomány az bizonyosság, okokkal alátámasztott bizonyosság, rendszerbe foglalt bizonyosság. Így határozza meg a skolasztika tudomány. Az kicsit későbbi oxfordi értelmező szótár így definiálja a tudomány. Szervezett tudás, amelyhez főként megfigyeléssel és a tények vizsgálatával juthatunk, a fizikai világról, a természettörvényekről és a társadalomról. Más megfogalmazásban ez azt jelenti, hogy a tudomány csak azokkal a dolgokkal foglalkozik, amelyet az öt érzékszervünkkel képesek vagyunk megfigyelni és megmérni. Mi a hit? Ez pedig a katolikus egyház katekizmus alapján határozná meg, egyrészt Istennek az ajándéka, másrészt pedig az embernek a szabad válasza Isten meghívó szeretetére. Isten önmagát kinyilatkoztató kezdeményezésére egy bizakodó válasza az embernek. A hitről még annyit mondanék, hogy ez soha nem egy magányos aktus, mert az ember azzal, hogy egy magánál magasabb rendű lényben hisz, ezzel összekapcsolódik akaratlanul is olyanokkal, akik szintén ezt élik és fontosnak tartják. A hit és a tudomány. Most erről szeretném beszélni, mi az az és a kettő szó között. Amikor erről beszélek, egy katolikus papnak a gondolatát idézem, John Polkinghorne-ről. Úgy állok önök előtt, mint olyan valaki, aki fizikus is és pap is. És én mind tudományos, mind vallásos meggyőződésemet és ismereteimet együtt kívánom megtartani. Össze akarom egyeztetni őket, amennyiben erőmből teli, becstelenség és részrehajlás nélkül. Nem akarok vasárnap pap lenni és hétfőn fizikus, hanem mindkét napon mindkettő. Eddig az idézet. A természettudomány és a teológia kapcsolata sokak számára kimerül a evolúció kontra a teremtés, illetve a materializmus kontra teizmus vagy Isten hit közötti ellentét és feszültség megfogalmazásával. Azért ennél sokkal szélesebb lenne a probléma, és nem is akarok erre a rövid területre szűkülni. A hit és a tudomány kapcsolatában talán nem a fogalmak és a módszereknek az összehangolása az elsődleges, hanem azoknak a közös területeknek a meghatározása, amelyekkel mind a teológusok, mind pedig a tudósok foglalkoznak. Ilyen például, amit szerintem minden ember érdeklődéssel követ, hogy mi a világ eredete, honnét ez a világ, honnét az benne az emberi élet, az élet kezdetére, az élet végére egyaránt kíváncsi egy teológus és egy tudós is. Ugyancsak a világ eredetével így vagyunk, de még ezen kívül nagyon sok más közös téma is létezik, most mivel hogy ezt az előadásorozatot tartom, itt és a tudás viszonya teremtés könyvében legyen elég a születés, halál, világ eredete és a világ vége, ezek a közös témák. Úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb szempont a természettudomány és a teológia viszonyában az, hogy mindkettő pontosan ugyanarról a valóságról beszél. Hát, hogyha nem ugyanarról a valóságról beszél a teológia meg a tudomány, akkor nem is lehetne nyilván összhang közöttünk, meg semmi kapcsolódási pont.
ha egyik is a maga valóságát vizsgálná, kutatná, keresné, meg a másik tudomány is. Nem arról van szó, hogy a teológiának és a természettudományoknak külön-külön valósága van. A természettudománynak az az érdeke, hogy feltételezéseit ütköztesse és ellenőrizze a hitben megtapasztalt valósággal. Ha különböző valóságokról lenne szó, amelyet elméletek és nyelvek teremtenek meg, akkor nem lenne értelme a párbeszédnek a tudományok és a teológia között. A teológia történetben megfigyelhetjük, hogy az egyház egyik legnagyobb kísértése a valóság átértelmezése volt, illetve egy olyan fogalmi világ megteremtése, amely különbözik a mindennapi élettől. Ez az első századokban ezt a kísértést, rossz értelemben ki is használták, vagy elbukták, mondhatnám így is, a gnosztikusok. Ebben a témában nem tudok nem hivatkozni a nemrégiben a katolikus egyházban boldogálhatott II. János Pál pápára, akinek van egy pápai tanítása, enciklikája ebben a témában, amit ezt a címet kapta, a Fides et Ratio, a hit és az ész kapcsolatának a természetéről. 1998-ban jelent meg ez a tanítása, aminek a, úgy is mondhatnám, egy mondatban kéne summázni, akkor úgy mondhatnám, hogy ez a pápai tanítás végül is azt fogalmazza meg, hogy a hit az a teljes és az egész igazságra fókuszál, míg a tudomány egy-egy részigazságot vizsgál, annak a kutatására indul. Ez az egész pápai írás, ezt nyilván nem szeretném a rövid idő keret miatt itt részletesen bemutatni, csak a leglényegét. A pápa Canterbury Szent Anselmnek az egyik gondolatát viszi végig ebben a tanításában. Ez a gondolat pedig így hangzik: hiszek, hogy megértsek, megértek, hogy higgyek. Latinul credut intelligam, intelligo ut credam. A Szentírás már nagyon szép, világos és egészen érthető módon megmutatja, hogy milyen mély összefüggés van a hittel és az ésszel megszerezhető ismeretek között. A megismerés vágya az egyébként nem is kell messze menni, meg nem is kell hívőnek lenni ahhoz, hogy lássuk, hogy van bennünk megismerési vágy, tudásszomj, így szoktuk mondani, tudásszomj. Egyik legerősebb dolog a tudásszomj. Ezt, hogyha nagyon hétköznapi szinten, vagy kávéházi szinten értelmezünk, akkor azt mondjuk, hogy érdeklődő természet. Ha még kicsit piacosabban fogalmazunk, akkor azt is lehet mondani, hogy kíváncsiság. De maradjunk az érdeklődő természetnél, vagy maradjunk úgy, hogy a megismerésnek kioldhatatlan vágya. Az értelem révén, aki eljut az értelmének a használatára, annak hívőnek és nem hívőnek egyaránt megadatik az a képesség, hogy vágyjon arra, hogy minél több információhoz jusson és megismerje. Azt is látjuk, hogy a mai világunk úgy működik, hogy az információ birtoklása az a hatalmat is jelenti. Tehát azt látjuk, hogy azok kezében van a hatalom, még aztán ki lehetne ezt egészíteni mással is, akiknél az információ összefog. Alaptalan tehát föltételeznünk bármiféle versengést az hit és a tudomány között. Egymásban laknak, és mindkettőnek megvan a kibontakozásához a saját terem. Elmondhatjuk, hogy már az Izrael is, már az ószövetségi nép is tudta, hogy képes az ember a teremtettségénél fogva megnyitani az ész számára azt az utat, ami Istenhez vezet el, azzal, hogy ebben a világban megismert összefüggéseket egyszerűen reflektálva jár a világban, gondolkodik, látja az összefüggéseket, akár a felkelő és a lemenő napnak a szépségét, vagy más törvényszerűségeket, vagy a saját biológiájának a ritmusát, ahogy felismeri. Ebből a mélységes megismerési formából kiindulva értette meg már Izrael a választott nép, hogy az észnek néhány alapszabályt be kell tartania ahhoz, hogy természete megfelelően megnyilvánulhasson. Három szabály lesz. Az első szabály az, hogy figyelembe kell venni ezt az igazságot, hogy az ember megszakíthatatlan úton van afelé, hogy mind több ismeretre jusson el. A második annak tudatosítása, hogy ezen az úton, ezen a belső úton, így is mondhatnám, nem lehet azzal a gőggel járni,
hogy minden az egyéni találékonyságnak a gyümölcse. A harmadik szabály alapja az istenfélelem. Az észnek el kell ismernie Isten legfőbb hatalmát és ugyanakkor világot kormányzó gondviselő szeretetét. Mit jelent ez? Van egy 20. századi történelmünk, ami mint, hogy is mondjam, egészen karnyújtási távolságra van tőlünk, és ott azt látjuk, hogy a egyre több tudásra szertető ember az bűnössé vált. Ha nézzük akár az orvostudománynak is a robbanásszerű fejlődését, nyilván mint a természettudomány egyik fontos ágának, akkor azt látjuk, hogy az orvostudomány ma már olyan kérdéseket tud válaszolni, amire 50-60 évvel ezelőtt még megközelítőleg sem tudott igazi feleletet, megnyugtató választ adni. Akár az élet kezdete fogantatással kapcsolatos, vagy a magzati létnek a dolgaival kapcsolatos tudományos információ. És hogy mire jut az ember, érdemes megfigyelni a tendenciát. Most ebben nem is mennék bele, mert akkor nagyon hosszan elkalandoznék el, egyébként hajlamos vagyok, ezért inkább próbálok ragaszkodni a szöveghez is. De itt nem tudok nem megállni, hogy megjegyezzem azt, hogy a 20. század pontosan a tudománytól, a tudomány fejlődésétől megittasodott embernek, megrészegült embernek a százada, ami kitermelte magában azt a fajta bőgöt, hogy az ember azt gondolja, hogy ő lehet az életnek és a halálnak az ura, mint egy letaszítva Istent a trónról, és majd ő dönt arról, hogy mikor kezdődik az ember élete, és mikor fejeződik be. Ezt is szoktam mondani, hogy alig van már olyan európai ország, ami tagja az Uniónak, ahol még ne szavazták volna le az élet kezdete és végét védő keresztény igazságokat és szabályokat. Mégis azt látjuk, hogy az ember, amikor függetleníti magát az életnek a titkától és ura akar lenni, akkor eljut arra a szintre, hogy hát ő már meg akarja határozni, milyen legyen a gyermek szeme színe, haja színe, milyen tulajdonságokkal rendelkezzen, hány szülessen, fiú legyen vagy gyermek legyen. És amikor a tudomány gyakorlatilag nem arra használódik föl, nem arra használja az ember, amire az való, amikor leválik a tudomány a hitről, amikor elszakad teljesen és külön utat jár, akkor megszületnek olyan felsőbbrendű gondolatok is, hogy egy ember vagy egy embercsoport a másikat lenézi, és ettől szenvedett bőségesen az elmúlt században az emberiség. No, vissza ahhoz, hogy megértsek, hogy még jobban higgyek. Minden ember törekszik a tudásra, ezt Arisztotelész a Metafizika című munkájában írja, és eltörekvés tárgya, hogy a tudásra törekedjen, az maga az igazság. Az ember az igazságot akarja megismerni. Ahogy mondtam, egy mondatban összefoglalva ezt a pápai tanítást, a hit az a végső igazságra irányul, a teljes igazságra, a tudomány pedig egy részigazságra. Az egész látható teremtésben az ember az egyetlen lény, aki nem csak a tudásra képes, hanem arra is, hogy tudjon arról, hogy ő tud. Tehát, hogy az ember arról is tud, hogy van neki egy tudása és megismerése. Az ember nem alapozhatja az életét kétségekre, bizonytalanságra vagy hazugságra, ezért vágyik különösen az igazság megismerésére. Úgy is mondhatnánk, hogy igazságkereső lény. És ugyanez az ember, akiről azt mondjuk, hogy igazságkereső lény, a másik embernek is hisz, tud hinni. Egyébként is pihentetésképpen elmondom, mert nem akarom, hogy túl száraz, vagy ilyen, nem tudom, ilyen tudományos előadás legyen, hogy érdemes lemérni egyébként, hogy milyen hiszékenyek vagyunk, mert hogyha valaki elmegy vásárolni, akkor ezeket az élményeit elég gyorsan le tudja mérni, hogy mennyire hisz. Például bemegy egy üzletbe és vásárol egy doboz mosóport, nyilván feltételezem, hogy egyikünk sem szokta felfeszegetni a mosóporos dobozt és megnézni, hogy tényleg az van-e benne, amit ír a doboz. És jó esetben egyébként az is van, hogy hazavittük, azt találjuk meg. A teljes dobozra sem szoktunk ráhúzni, hogy megnéződjünk arról, hogy biztosan tej van benne, vagy sem. Tehát látjuk azt, hogy alapvető
hétköznapi szinten is tetten érhető az, hogy azért az ember tényleg hívő lény tud lenni, nem csak igazságkereső, hanem hisz a másiknak, meg el tud hinni valamit. Persze azt is látjuk, hogy ez a hit nyilván sokkal magasabb szinten is tud jelentkezni, amikor valakinek a szava hihetőségét fogadom el, amikor elhiszem, amit mond, elhiszem annak az igazságát. Még mélyebb, amikor valakinek hiszek, és valakiben hiszek. Tehát amikor az ő személyében, hogy mindenestől hiszek. Általában erről szól egy megkötött házasság, egy férfi és egy nőnek a kapcsolata, amikor valakiben hisz, amikor nem csak a szavának hisz, hanem mindenestől a múltjának, jelenjének, jövőjének, egész személyének, annak minden vonatkozásában hisz. Még magasabb szinten ez így jelenik meg az Isten és az ember kapcsolatában. No, tehát ezt akartam csak elmondani, hogy a hitnek ilyen kalandja is tetten élhető az emberben. A Galileinek egyik levelét szeretném idézni, és nem céltalanul. 1613. decemberében írtam. Kifejezetten állítom, hogy a két igazság, a hit igazsága és a tudomány igazsága soha nem mondhat egymásnak ellen. Mert a Szentírás és a természet egyformán az Isten igéből származik, egyik az arra való, hogy az ember életét elmélyítse, másik pedig a tudás szomját kielégítse. A már említett 20. századi katolikus egyházban fontos zsinat, a II. Vatikáni zsinat, ugyanígy nagyon érdekes belegondolni, pontosan Galileinek a gondolatára hivatkozva tanítja a következőt. Persze nem volt megjelölve, mint hivatkozási pont a lábjegyzetben, mégis az ő gondolatát idézi a zsinat. Bármelyik szaktudomány módszeres kutatása, ha valóban tudományosan és az erkölcsi normák szerint folyik igazában, soha nem kerül ellentétbe a hittel, mert a földi valóságok és a hit valóságai ugyanattól az Istentől erednek. A hit és a tudás, a tudomány és ajándék. Nyilván az ajándék mögötti ajándékozó az Isten nem tud két olyan ajándékot adni, ami egymásnak el nem mondana. Ezt mondja a kereszténység. A kereszténység találkozása a filozófiával nem volt zökkenőmentes, csak egy pici, rövid történeti utat szeretnénk bejárni egész röviden. Először is a kezdetben a keresztényeket nem nagyon érintette, és nem nagyon zavart az, hogy van filozófia, görög filozófia, hellenista filozófia, a világkorát élte, pont a kereszténység születésekor. Ez annyira nem zavarta a keresztényeket, mert ők azzal voltak főállásban lekötve, hogy a Jézussal megélt baráti kapcsolatokat azt tanúságként elmondják. Egyszerűen, amit mi magunk is megszoktunk tenni, hogyha valakivel volt egy komoly és mély jó beszélgetésünk, azt egy általunk szeretett személyhez szívesen és örömmel szoktuk megosztani, hogy nézd, hal, de olyan jó dolgokban volt részem, és hogy. Ezt tett a kereszténység is, és nem annyira arra koncentrált, hogy megtalálja a párbeszédet és a kapcsolatot a korabeli filozófiával, a pogány filozófiával. Az első Justinus volt, aki 165-ben halt meg, vértanúja volt a katolikus egyház megszületett keresztény gyülekezet első vértanú közé tartozott, aki filozófus is volt, és ragaszkodott ahhoz, hogy ő nem csak keresztény, hanem filozófus is. Mert pont azt mondta, hogy ő szeretne a filozófia és a tudomány segítségével más nem hívőket, pogányokat elvezetni Krisztushoz és az egyházhoz. Alexandré Kelemen követte őt nem sokkal később, aki szintén az evangéliumot, Krisztus tanítását igazi filozófiának tartotta. Azt mondta, hogy a görög filozófia az egy nagy felkészülés, egy ilyen propedeutikus tanulmány valójában a keresztény hitre. Miután megalapították az első egyetemeket, a teológia közvetlenebből találkozhatott a kutatás és a tudományos megismerés más formáival. Nagy Szent Albert és Szent Tamás voltak az elsők, akik jól lehet ragaszkodtak a teológia és a filozófia közötti kapcsolathoz, elismerték a filozófia és a tudományok önállóságát, melyre szükségük van ahhoz, hogy a maguk tudományos területén sikerrel dolgozzanak. A késő középkortól kezdve azonban a két megismerési terület törvényes különbsége lassanként egy szerencsétlen szétváláshoz vezetett.
A kinyilatkoztatástól elszakadt és útját tévesztett észt, az a veszély fenyegeti, hogy szem elől téveszti a legvégső célját. A hit, amely nélkülözi az észt és a tudást, a tapasztalatot és az érzékenységet hangsúlyozza, és az meg abba a veszélybe kerül, hogy többé nincs egyetemes mondani valója. Tévedésre állt azt gondolni, hogy a gyünge értelem színe előtt a hitnek nagyobb meggyőző ereje van. Éppen ellenkezőleg az a veszély fenyegeti, hogy mitosszá, illetve babonává torzul. Ugyanígy az ész, amely előtt nem áll érett hit, nem kap felszólítást arra, hogy szemét a lét újdonságára és radikális voltára irányítsa. És ilyen záró gondolatként, mert az idő az nagyon elszállt, még röviden a kérdést meg szeretném válaszolni, hogy akkor a hit és a tudományozás az egymásnak testvérei vagy riválisai. A híres Charles Darwin, aki kicsit felkavart a 19. századi természettudományos történetet, 1859-ben több mint 20 éves alapos kutatás után közzétett a Fajok eredete című munkáját, és azonnal egy heves támadás is érte, mert hogy ez a tanítása, ez a kutatása egy szöges ellentétben állt a teremtés hittel, teremtés tannal szemben. Samuel Wilberforce, egy ismert anglikán püspök, annak a kornak ismert anglikán püspöke írt egy folyóiratban, a Dublin Review-ban, hogyha Darwinnak igaza van, akkor a bibliai teremtéstörténet hazugság. A Biblia igazságrendszere darabokra hullik, és az Istennek az emberhez intézett kinyilatkoztatása, ahogy mi keresztények azt hisszük, az csak egy álmítás. Ezután jött egy hosszú keserű vita, majd néhány évvel később Darwin másik fontos munkája az ember származása után kialakult, hogy a fejlődés elmélet, ha nem is az eredeti darwini tálalásában, de tartható, ezt elfogadták a természettudósoknak a többsége, és már 50 éve a katolikus egyház is, több mint 50 éve, nem az új darwini, nem a neodarwini, és nem is az eredeti darwini, de mégis az evolúciós tan összeegyeztethetőnek tartja a teremtés tannak. Erre majd a következő előadásban fogok válaszolni, hogy miképpen tartja összeegyeztethetőnek. Most azonban még csak maradnék ott, hogy ez nem jelentette ez a darwini két műnek a megjelenése, az egyáltalán, hogy egyáltalán nem azt hozta magával az a konzekvenciát vagy következtetést, hogy a bibliai teremtős történet az hazugság, vagy Istennek az emberhez intézett kinyilatkoztatása álmítás. Azt eredményezte viszont, hogy megindult egy komoly, tudományos igényekkel fellépő munka, hogy felderítse a hit és a tudomány nyelvének, gondolkodásmódjának, előfeltételeinek hasonló és eltérő vonásait. Vagyis rövidebben a hit és a tudomány összehasonlíthatóságát vetette föl. Igazából az volt a célom, hogy most itt az összefoglalásban alapvetően három különböző csoportba soroljam azt a véleményt, amik a hit és a tudományt összeegyeztethetőnek, vagy összeegyeztethetetlennek tartják. Első csoportba azok tartoznak azok a vélemények, amelyek a hit és a tudomány nyelvének azonosságát állítják. A Darwin elmélet által nyújtott tudományos kép az ember keletkezéséről valóban szöges ellentétben áll a bibliai teremtéstörténettel, akkor, ha a bibliai teremtéstörténetet úgy fogjuk fel, ugyanak pontosan ugyanaz a műfaja és a formája, mint egy természettudományos folyóiratnak a cikkeinek. Tehát, hogyha azt várjuk a bibliai teremtéstörténettől, hogy a hogyanra válaszoljon, akkor elhibázzuk valójában a hit és a tudomány összeegyeztethetőségének a kísérletét, ha azt állítjuk, hogy ugyanaz a nyelve a hitnek és a tudománynak. Nem ugyanaz tehát a nyelve, vagyis akik ezt a véleményt vallják, arra a megállapításra jutnak, hogy Darwin-féle evolúciós elmélet és a bibliai teremtéstörténet nem összeegyeztethető, mert a Biblia tudományos leírása ellentétben van
a darwini elmélettel. Na de hát ez nem egy tudományos leírás. Jelenis tanár úrnak egy hasonlatát szeretném a hallgatósággal megosztani. Szerintem ez egy életre mindenképpen bele fog rögzülni. Ő említett egy alkalmat, tőle hallottam, úgyhogy nem az én kincsem, közkincs, úgyhogy lehet továbbadni, nincsen rajta copyright. Ő egy alkalommal azt említette, hogy ez az egész hit és tudás kérdésének az összeegyeztethetősége az arról szól, hogy olyan ez, mint egy foci, ahol az egyik csapat gólt lő a másiknak a hálójába. Megszületik a gól, az egyik csapatnak szurkoló riporter megjegyzi, hogy ekkora gólt még az egész világbajnokságon nem látunk. A szomorkodó riporter, aki a másik csapatnak szurkolt, az azt mondja, hogy hát becsusszant véletlenül a kapuba az a labda. Éppen hogy jól, hát nagy szerencséje volt az ellenfélnek. Bármi is történt, a gól az gól, akárhogy értelmezi az ember. Ilyen értelemben is. Tehát itt a hogyan nem számít a világbajnokság. Itt az eredményt jelzik csak, hogy 1-0-ra vagy 2-1-re győzött a csapat. Mindegy, hogy melyik riporter, kinek szurkol és hogy értelmezi azt a gólt. Ilyen értelemben mondom, hogy a gól számít, tehát hogy Isten elindította a fejlődés útján az ő teremtő akaratával ezt a világ mindenséget. A hogyan az egy másik kérdés. Hogy mi történt, valójában a Biblia erre adja meg a választ, ahogyan, hogy hogyan született a gól, az nem biztos, hogy egyrészt a természettudomány is, egyre inkább azt látjuk, hogy a természettudományokban, akik otthon vannak és a kellő alázattal kutatnak, azok beismerik azt, hogy a legkínosabb lépés az az első lépés. Akár a Big Bang, akár más kozmológiai modelleknek, a világeredeti modelleknek a kísérletét vizsgáljuk, bármelyikét, az első mozzanat az mindig kínos, aki kellő alázattal közelít a tudásban az első mozzanathoz. A másik csoport, és mindent befejezem, a hit és a tudomány nyelvének radikális szétválasztását feltételező irányzatok. A teológia teljesen önálló a természettudományos elméletekkel szemben. A teológiának annyira más a kiindulási pontja, a tárgya és a módszere, hogy semmi konfliktus és harmónia sem lehet a tudomány és a hit között éppen emiatt. A teológia tárgya az Isten, aki maga nyilatkoztatja ki magát, a természettudomány viszont a világban lejátszódó folyamatokra koncentrál, az vizsgálja és méri. És ezekből következtet az íz használatával egyes dolgokra. Vagyis, aki teljesen radikálisan szétválasztja a hitet és a tudományt egymástól, az és azt állítja, hogy semmi kapcsolódási pont nincsen közöttük, mert mindegyiknek más a nyelvezete, más a célja és a tárgya, meg más eszközöket használ, az eljut arra a pontra, hogy hát igazából ellentét sincs, de még kapcsolat sincs a kettő között. És akkor ezzel fejezem be, elérkeztünk arra a pontra, hogy a harmadik csoportot is megnézzük, a hit és a tudomány nyelvezetének nem közvetlen, hanem közvetett kapcsolatát. Az elmondottakból világos, hogy a hit és a tudomány direkt konfliktusba sohasem kerülhet, mert a hit nyelvezetének mások az előfeltételei. Más a kiindulópontja, más a célja, más a funkciója, mint a tudomány nyelvezetének. Azonban bizonyos indirekt kapcsolat van közöttük. Amikor a hit nyelvéről beszélek, akkor ezen elsősorban a keresztény hit nyelvi kifejezésformáit értem, a Biblia nyelvezetét, a kinyilatkoztatásnak a nyelvezetét, az azt magyarázó értelmező teológiát, mindazt, ami a keresztények józan hit gyakorlatában, nyelvi formában is kifejeződik. Amikor a tudomány nyelvéről beszélek, akkor ezen elsősorban a természettudományos tevékenység, nyelvi kifejezésformáit értem, ahogy az a természettudományos folyóiratokban, könyvekben és publikációban jelenik meg. Na, ezt ne várjuk a Bibliától, mert nem ezért született és nem erre ad választ. Az eddig mondottakból tehát világos, hogy direkt konfliktus nem lehet a hit és a tudomány között. Hogy bizonyos indirekt konfliktusok mégis lehetnek, azt a történelem tanulmányozása megmutatja, és meg is mutatta, hogy említettem,
Charles Darwin fejlődéselmélet a kapcsán felmerült hosszú és éles vitára, valamint a galilei esetre, amely tragikus következményekkel jár, az ő illetére nézve is, köztudatba vitte azt a téves vélemény, hogy a hit és a tudomány ellenkezik egymással, és hogy az egyik vaktekintély, a másik pedig a felvilágosult értelem alapján áll. Mielőtt az utolsó mondatomat elmondanám, azt szeretném csak mondani, hogy ez az indirekt kapcsolat, szeretném mondani, ezt értsük jól, tehát, hogy bár más a cél, más a műfaj, más az eszköz, más a funkció a tudomány és a hit vonatkozásában, mégis azonban vannak közösen vizsgált területek, amikről az előbb is beszéltem, a világ eredete, az emberi élet kezdete és határpontjai. Vagyis a természettudományos és a teológiai tevékenységnek vannak hasonló vonásai. Mindkét tevékenység feltételez objektív valóságot, és annak a megértésére is törekszik. Mindkét tevékenység közösségi tevékenység. Mindkét tevékenység rendszerbe foglalt tevékenység. Fontos tehát meglátnunk, hogy tulajdonképpen egy konfliktus sohasem egy természettudományos igazság és egy vallásos igazság között van, hanem egy új és egy régi természettudományos felfogás között, amiben a vallásos igazságot szándékozták értelmezni. A látszólagos ellenmondások, konfliktusok és problémák nem gyöngítik szükségképpen a hitet, sőt arra ösztönözheti a teológust, vagy aki ennek kutatására indul, hogy újrafogalmazva a hit igazságait az elfogadhatóbbá tegye a kor embere számára. A záró gondolat az pedig így hangzik, már harmadszor értettem be, hogy mivel a hit világkép és ennek következtében a nyelvezete egy kicsit bennfoglalóbb, vagyis nyitottabb nyelvezet, mint a tudományi, azaz mindegy egységbe foglalja az ember sokrétű tevékenységét, ismereteit és tapasztalatait, értelmet, irányt és célt adva nekik, ezért a keresztény hitnek és teológiának bizonyos értelemben nagyobb szüksége van a tudomány felé a nyíltságra, mint fordítva, lefordítva más szavakra. Ennek a talán meglepő megállapításnak az az egyik következménye, hogy lehet valaki kiváló természettudós hit nélkül, de senki sem lehet kiváló teológus a természettudományok legalább alapvető ismerete nélkül. Vagyis röviden a keresztény hitnek kultúraformáló és civilizáló hatása van. Köszönöm a figyelmet. Én azt hittem, hogy mindössze fél órás lesz az előadás, és most látva egy 50 perc volt, úgyhogy köszönöm a nagyon nagy türelmüket, a hosszan tűrő hallgatásokat, és most azt szeretném megkérdezni, hogy van-e az elhangzottakkal kapcsolatosan bárkinek bármilyen kérdése, vagy hozzászólása, akár természettudományok oldaláról, vagy olyan pont, ami nem volt kellően világos, vagy sokan vagyunk hozzá. Tessék, nagyon érdekes előadás volt, és én azt hiszem, hogy egy olyan kérdés feszegetett az előadó, ami majdnem minden értelmiségű embernek az életében előbb-utóbb előjön, és hogy így elnézem a hallgatóságot, feltételezem, hogy a legnagyobb része már megint válaszolta magába ezt a kérdést, és akik viszont még előtte vannak, azoknak segítséget nyújtott ez az előadás. Általában az a feltételezés, hogy a tudomány az egy bizony, ahogy mondta, egy bizonyosság, én úgy mondtam, tehát, hogy bizonyított ismert anyagról van szó. A hit az viszont egy olyan dologról van szó, ami kizárólag elképzelés formában van, amit valaki vagy elhisz, vagy nem hiszel. Nem hiszem, hogy ez az elválasztás ez nagyon szerencsés lenne, mert a tudomány nem igaz, hogy bizonyított ismert anyagról van szó. Ez egy öreg ember, ez egy öreg szakember, az jó tudja, a Csóraki professzorral beszélgetünk. Csak ha visszaemlékem a saját életemre, az orvostudomány
nagyon erősebben változott, és kiderült azokról a bizonyosságról, amiket mi tanultunk egyetemen, hogy nem igazak. Mert a tudomány nagyon sok feltételezéssel, hipotézissel foglalkozik, azt is inkorporálja magában, amikről kiderül, hogy nem így van. Hát csak egy példát mondok, hogy volt egy olyan betegség, amit úgy hívtak, hogy icterus catarrhalis, amiről a hatalmas tekintélyen rendelkező német patológus Virchow azt tételezte fel, hogy olyan sárgaság, aminek az oka valamilyen nyákcsap, ami a különös epevezetében van benne. Kiderült, hogy ez nem így van, noha ilyen nyákcsapot is láttak többen is, tehát úgy nézett ki, hogy bizonyított dolog. Kiderült, hogy ez a betegség nem is hívják, hanem hepatitisnek hívják, ami először csak hepatitis A volt, B volt, aztán C volt, mikor nyugdíjban mentem, akkor még csak C-nét adottam, de rám csápolt az élet, mert idén januárban megbetegedtem, hogy sárgaságban, hogy az hepatitis E volt már. De azóta már F is van. Tehát nem igaz, hogy bizonyított. Számtalan példát tudnék erre mondani, de ugyanakkor viszont a tudományban hitnek is kell lenni, mert ha a feltételezéseket nem venném komolyan, akkor hit nélkül nem tudnék kutatni se. De vegyük csak, majd erre szó lesz nyilván az ősrobbanásról. Az ősrobbanásban legalább annyi hit van, hitet tételez fel, mint a teremtés történetben, a kreacionizmusban tulajdonképpen. Pedig az iskolában ezeket úgy tanítják, mint faktumokat. Tehát tudományt tanítanak, olyan tudományt, aminek a fele hit tulajdonképpen. Úgyhogy nincs éles különbség valóban a között. És nagyon tetszett nekem az gondolat, hogy az ember egy olyan ember, aki tudja, hogy tud. Én úgy tudnám meg, hogy az ember egy olyan fejlett élőlény, aki tudja, hogy nem tud. Igen. És szoktam mondani a hallgatóknak is, hogy ha valaki vizsgálat azt mondja, hogy meg fog bukni, nem pedig már 3 hetet tanulok, de nem tudok semmit, ez már egy nagyon jó jel, mert ez már legalább azt tudja, hogy mit nem tud. Igen, hát tulajdonképpen nagyon sok téma, de még a jövő előadások tárgya lesz, de én azt mondom, hogy ezzel azért kell foglalkozni, mert ezzel a kérdéssel mindenkinek szembe kell előbb-utóbb valamilyen formában a maga módja szerint. Az orvostudomány az szerintem egy alkalmazott természettudomány, mégpedig szerintem egyik leginkább természettudomány és természettudomány, mert az anyaggal foglalkozik, még egy különleges anyaggal foglalkozik, az élő anyaggal, amelynek a tanulmányzása során, és ez tulajdonképpen a természet teológia vonalára visz már bennünket, hogy nem lehet nem észrevenni, hogy ez egy olyan magas a rendelt és olyan csodás a rendelt anyag, egy sejtnek az élete például, amit ma se ismerünk. De Petri professzor azt mondta, hogy többet tud egy sejt, egy más sejt, mint egy Nobel-díjas kémikus. Ez egy olyan hihetetlen rendelt anyag, amit Isten hit nélkül nagyon-nagyon nehéz elképzelni. Egyszerűen erőltetett dolog lenne elképzelni Isten nélkül, hogy ez csak úgy magától véletlenül alakult volna ki egymással. De nem csak az élő anyagra foglalkozik az orvostudomány, hanem az ember beteg teste mellett beteg a lelke is, tehát tulajdonképpen egy annál még csodálatosabb fogalommal is találkozik az ember, ez pedig az ember lélek, ami aztán végképp nem foglalható el természettudomány és megközelítése, csak Isten megközelítése. Nagyon szépen köszönöm a professzornak a hozzászólását. 2 gondolatot indított el bennem, csak erre hadd reagáljak egészen röviden, hogy a tavaly előtt Rómában volt egy meghívott természettudós, aki az evolúcióról tartott előadást, és a hozzászólásokban
kifejtette, hogy ő nem hívő, sőt azt is elmondta, hogy ateista. Nálunk, én a jezsuiták egyetemére jártam, ahol ők, hogy is mondjam, bátran voltak, hogy is mondjam, nagyon bátran voltak ahhoz, hogy meghívja nem csak keresztény, sőt kifejezetten nem Isten hívő természettudósokat is, mert egy ilyen is beszaladt a hálóba, és ott a hozzászólásokban megkérdezték tőlem, na hát akkor az ősrobbanás is szóval, és hát akkor mondja meg már, hogy akkor ott az első pont az mi volt. Hát az, hogy az, csak röviden nem magyarázom itt el, mert hosszan magyarázza, de a lényeg az az volt a konklúzió, hogy nem tudta megmondani az első pontot, és akkor hozzá lehetett szólni, még utána még lehetett vele beszélgetni, és egy fiatal professzor volt, aztán egy kávé mellett mondom neki, barátom, azért látod, a te hitedhez sokkal nagyobb erőfeszítés kell, őrülten nagy hit kell ahhoz, hogy valaki elhiggye, hogy nem ismeri az első pontot, és mégis abban hisz, mint az, hogy valaki egy értelmes rendezőt is feltételez, aki beindítja ezt a fejlődést. No, ez volt az egyik, ami eszembe jutott, a másik pedig, hogy a saját tapasztalatom, vagy a közelmúltban, a másik pedig az, hogy pontosan a professzor főorvos úr hozzászólt, hogy a orvostudomány az, hogy az a terület, egy nagyon fontos terület a tudományok világában, akik azt gondolom, hogy meg tudják mondani, és a szavaiban ezt, pontosan ezt éreztem ki, hogy micsoda alázat kell a tudós ember részéről. Tehát, hogy amiről meggyőződ, amiket említette, akár a hepatitis kapcsán is, hogy amit korábban évekkel, évtizedek előtt bizonyosságként mondtak, az nem mindig állja meg ma már a helyét. És a igazán fontos alázat, az pedig azt hiszem, hogy jelenik meg az élet kezdet és az élet végén, tehát az orvostudomány általában, hogy nincs az az orvos, aki meg tudja mondani az élet pillanatát szerintem, mert vannak módszerek, amivel, hogy is mondjam, valószínűsíthetjük, hogy az életfunkciók már nem működnek, de mégis az győz meg bennünket, hogy ezek a mérések, ezek a funkciók néha tudnak csodát is produkálni, és volt rá példa. Tehát, hogy az orvostudománynak is vannak olyan területei, ahol még mindig tapogatózik, és még nincs meg az a vágyott bizonyosság, amire az ember szólzik. Azt mondom, a tudomány fejlődése nem a bizonyosság fejlődése, hanem a tévedések történetében. Nagyon jó. Igen. Köszönöm. Még esetleg valaki szeretne hozzászólni? Bármi.